Béres Tamás is nagyon régen ott mozog a nyíregyházi főiskolából kinőtt fiataloknak a körében, olyan költőként, illetve inkább íróként, akit azért országosan is ismernek. 2 vagy 3 évvel ezelőtt a Magyar Napló szerkesztőségébe küldött be egy novellát, és én, mint főszerkesztő, ezt a kezébe adtam a prózarovat vezetőinek, de úgy, hogy nem mondtam azt, hogy nekem egy személyes ismerősömről, szinte barátomról, sőt mondhatom barátomról van szó. Elolvasta Bíró Gergely, és azt mondta, hogy kitűnő, ezt közölni fogjuk, ezt a novellát. Tehát nem gyerekirodalom, ez felnőtteknek szóló novella, és ebben is megütötte a közlésnek a szintjét. Ez nagyon jó. Ő azon kevés szerző közé tartozott, aki bedolgozott a Szemlébe is, meg szerkesztője is, meg bedolgozott a Postakocsiba is, úgyhogy vagyunk néhányan, akik ide is, oda is, tehát nehéz volt egyáltalán azt mondani, hogy ez az ember csak ide, az az ember csak oda tartozik. Bejött egyszer félve a rektori irodába Béres Tamás, akivel nagyon szoros kapcsolatban voltunk, és általában nem jellemző a szorongás rá, hiszen kommunikációs szakemberként ő tudja, hogy hogy kell belépni bárhová és megnyilatkozni. És letett elém egy kézirat halmot, hogy mondjak róla véleményt. És egyben meg is kért, hogy ha ez nekem tetszik, akkor írjak hozzá egy előszót vagy bevezetőt. Ez pedig a Csücskök címmel megjelent meghatározhatatlan, rövid műfajú gyűjteménye volt. Szociológusként Béres Tamás rendkívül nyitott szemmel mozog a világban. Rengeteget utaztunk Magyarországon, de külföldön még többet együtt, és Spanyolországtól kezdve Görögországig, Németországig, Franciaországig, mindenhol az utca emberét, a kis embereket figyelte. Így Magyarországon is. Azokat a hétköznapi pillanatokat, amelyekből a cseh filmművészet egy része is felnőtt, amiből Rabal novelláinak egy rétege is táplálkozott, és ezt ő egy Mikszát tárcáinak, Nagy Lajos képtelen természetrajzának, és Örkény egyperceseinek a vonásait egybegyúró, rövid műfajban egyesítette, amit ő elnevezett Csücsköknek. Én jobb szót nem tudok rá kitalálni, valóban ez a Csücsök műfaj, ez egy picit periférikus, picit meg is böki az olvasóját, fel is hívja a figyelmet az országnak vagy a létnek ezekre a perifériális pontjaira, de nagyon izgalmasan és érzékletesen vannak ezek megírva. Szeretném olykor megérteni az embereket. Nem is tudom, talán egyszerű kíváncsiságom okán. Miért vagyunk gorombák, durvák, erőszakosak egymással, még az intim és kiszolgáltatott pillanatainkban is? Történt ugyanis, hogy az enyhe télnek és a hamar jött meleg tavasznak köszönhetően, legalábbis én ennek tudom be, letepert a megfázás, jött az elhatározás, el kell menni orvoshoz. Jobb előbb, mint utóbb. Ám abból a betegségből, hogy megértsem a másokra fittyet hányó önző embereket, még egy darabig nem gyógyulok ki, úgy gondolom. Bár lehet, hogy a sokat szidott egészségügyünk meggyógyítása mellett nem árt, ha saját lelkünk egyensúlyára is hozunk valami jó reformot. Amikor végeztem a főiskolán, akkor ő egy évfolyammal alattam járt, és én ott a hallgatói önkormányzat környékén dolgoztam. Ő a kollégium önkormányzat környékén, és akkor találkoztunk már így a hétköznapi munka során. Ő is magyar szakos volt, tehát az érdeklődési kör az hasonló, és amikor ő utolsó éves volt, akkor mi akkor találkoztunk egy főiskolai buliban, és akkor utána elhívtam a randira, megadta a telefonszámát,
és onnantól gyakorlatilag együtt vagyunk. Sok a közös értékünk, sok a közös gondolkodásunk, és hát rengeteget tanultam tőle. Hogyan kell családot felépíteni, működtetni, élni. Szorosan kritizálja, támogatja az írásaimat, ő az, aki általában elolvassa, aki helyesírásilag javítja, aki az első olvasói ezeknek a munkáknak, tehát ilyen tekintetben az alkotói munkában is egy szoros kapcsolat van kettőnk között. Ahogy leszállt a vonatról, az apja várta az állomáson. Megpaskolta a hátát és a tanulásról kérdezte. Faggatta aztán a nagyvárosról, az új barátokról és arról is, hogy csinosak-e a lányok ott az univerzitásban. A fiú félszegen válaszolgatott. Mesélt a sok tanulnivalóról, a sok gépről, a mérnöki tudományról, és hogy mindent megtesz azért, hogy gépészmérnök legyen, de nagyon sokat kell tanulni. És bizony a gépészkaron kevés a lány. De most nem is lenne ideje a szerelemre. Ne is faggatózzon, édesapám, tette hozzá, majd beültek az öreg Wartburgba. Fél óra is otthon voltak. Anyja nagy öleléssel fogadta, a fiú mélyen szippantotta be az anyja hajából és ruhájából áradó rántott hús illatot. Már több mint egy hónapja nem evett egy jót. Lefogytál, összeestél, fiam, drága fiam. Sopánkodott az anya, miközben a kötényét morzsolta. Aztán asztalhoz ültek, csendben megebédeltek. A szülők a fiút figyelték, nézték, ahogy eszik, az meg jó ízűen habzsolt. Palacsinta volt a desszert, szinte mind elfogyott. Délután a kerti munkában, este a mosogatásban segített, de inkább azért, hogy beszélgessen a szüleivel. Megnézték az esti filmet a tévében, aztán, amikor a szülők elaludtak, a villogó doboz előtt a fiú a szobájába ment és olvasott. Vasárnap délelőtt a régi barátokkal találkozott, délre hazasietett, húslevest és pörköltet ettek nokedlivel. Aztán az anya kávéval kínálta a fiút, aki nem kért. Gyerek vagyok még, mondta fejcsóválva. Az vagy, tudom, de mégis felnőttél, simogatta meg a fiú fejét az anya. A nagy hátizsákba aztán az anya pakolt bele. Kimosott ruhákat, meleg pulóvereket, közé titkon csokoládét is rejtett meg egy szál kolbászt jól becsomagolva, hogy ne legyen mindennek füstölt illata. De azért mégiscsak lett. A fiú kezébe egy 2000-est nyomott. Apádnak ne szólj róla, tedd el, suttogta a fiú fülébe. Az állomásra az apa vitte ki. Kezet fogtak, a fiú felszállt a vonatra. Hosszú volt az út, már sötét volt, amikor a nagyvárosba ért, egész késő, amikor a kollégiumi szobájába. Kipakolt a táskájából, megütötte az órát a kolbász, aztán az erős hagyma illat. Kirámolta a ruháit és könyveit a táskából. Volt ott még csokoládé és kolbász is, a nagy zsák vörös hagyma mellett. A fiú a fejét csóválta. A hagymák között megtalálta az anyja kézzel írott üzenetét egy szalvéta hátulján. Kolbászt és hagymát is küldtem. Ezek nélkül nem élet az élet. Ezek nélkül nem étel az étel. Az Isten megáldjon. Anyud. A fiú könnyes szemmel rejtette el a hagymát a ruhás szekrény aljába a téli cipők mellé. Az én édesanyám egy olyan ember volt, aki művészember volt, és aki jelenleg is a szívemben él, és biztos, hogy a gondolataimat mozgatja fentről az égből. Pénzügyi szakember volt, de nagyon jó kézügyessége és művészeti készsége volt, ő festett, és több festménye volt a lakásban, és ezeket a festményeket, ami egy egészen különleges világot varázsolt elő. Ezeket a festményeket utána nyilván a családban, meg itt a lakásban, a házban, mindenhol kitettük, vagy ki vannak téve, és ezek őre emlékeztetnek. Mindent megtettek, hogy gondtalan gyerekkorom legyen, és egy csomó mindent tanultam tőlük. Mezőgazdasággal is foglalkoztak ott Szentes környékén,
paprikát is termeltünk, tehát bevittek a felelősségbe a gazdálkodásnak az ilyenfajta, vagy a kert szeretetének az ilyenfajta világába is, ami megmaradt azóta is. Nagyon sokat foglalkozom a kerttel, a növényekkel. Ez egy kicsit kikapcsolja az embert, meg talán valami elviszi egy kicsit egy más dimenzióba, hogy az ember fel tudjon töltődni a természetben, hogy az ember alkot valamit, ültet valamit, abból lesz valami, aminek élvezzük a gyümölcsét, úgyhogy ez megjelenik. Nyilván ebből a fajta természet közeliségből eredeztethető, vagy jött a zöldséges könyvnek az ötlete is, hogy ne a füves könyv legyen, hanem valami egészen más, ami egy kicsit személyesebb és hozzám kötődik. Úgyhogy igen, tehát a családom adott erőt, meg adott sok muníciót, amivel tudok töltekezni. És hát rengeteg olyan családi tragédia, olyan fajta bonyodalom is volt az életben, amit az embernek fel kell dolgozni. Nyilván nem volt minden rózsaszín, és az ember nehezen beszél ezekről a fajta nehézségekről. Úgyhogy ezeket igyekszem majd egy novellában, egy szép irodalmi műben előhozni, és az ember kiírja magából. Sajnos a szüleim az elmúlt néhány évben egymást után gyorsan elmentek, itt hagytak bennünket, és hát a Covid utáni időszakban, ami az embert megszorította egy kicsit, lelkileg is, meg emberileg is, ez a fajta családi tragédia, ez kiült az én alkotói életemre is, és az ő világukat néhány versben, egy-egy novellában igyekszem feldolgozni. In memoriam Béres István, 1952-2019. Apám emlékei a visszaszámlálásról. Részlet. A falon az óra visszafelé járt, de először csak lassított a másodperc mutató, majd megállt és visszaszámolt. Azt nem tudtuk. Nem mondta senki, hogy hány órára, percre állították, azt ilyenkor nem mondja meg senki. Aztán meséltem a szemének arról, amit nem lát, és ami láthatatlan marad. Végül nem tudtam mit mondani. Miről mondjak el valamit? Mindent, így semmit. Már semmit. Most eszembe jut, ahogy a válladról ugráltam a Balatonba, ahogy a kocsmába vittél be, és amíg te sört ittál, addig én traubit kaptam. Ahogy bevittél a munkahelyedre vagy focimeccsre, ahogy vezetni tanítottál és mérgesen leszittál, mert a földúton nehezen tettem hármasba a sárga Wartburgot, hogy szeretted a focit és szeretted, ha az unokát focizik. Emlékszem, hogy tudtál büszke lenni rám, és eszembe jut, hogy néha felhívtál. Az angyal egyre közelebb ül hozzád, már alig férünk el az ágyad körül. Sebeid, véraláfutásaid, hegeid eltűnnek. Előre jár az idő, minden gondolatot hallom. A napsütés puha, a szél sejem, az idő végül végtelen. Édesapámnak volt egy alkoholizmusa, ami hol erősebb volt, hol gyengébb, és ezt én gyerekként nagyon nehezen tudtam feldolgozni. Aztán, amikor beteg lett, akkor volt benne egy olyan fajta makacság, amit én úgy gondoltam, hogy nem akar meggyógyulni, vagy nem úgy akar meggyógyulni, vagy nem tesz meg mindent azért, hogy ő meggyógyuljon. Ez azt gondolom, hogy utólag, hogy nem volt teljesen így, egy csomó mindent megtett, de egy csomó mindenben máshogyan gondolkodott, mint ahogy mi gondolkodtunk, hogy ő hogyan kéne, hogy meggyógyuljon. És ezt a fajta feszültséget fogalmaztam én meg akkor abban a versben, amikor ő meghalt, és közzétettem ott a temetés után az interneten. Az egy nagyon érzelemdús, az egy nagyon kiszakadós, nagyon lelkemből kiszakadt vers.
A feleséged hogy viseli, hogy ilyen sokáig dolgozol? Vagy ő a munkatársad? Zökkentett ki a gondolataimból olyan hirtelenséggel, hogy nem is nagyon tudtam kinyögni semmit. Mi? Szólaltam meg folytott hangon. A gyűrűt. Úgy gondolom, hogy a Kamaszteraszra én nagyon büszke lehetek, vagy büszkék lehetünk. Nagy Zsuká költővel közösen szerveztük ezt. Jó pár évvel ezelőtt a konfitár felkérésére egy ilyen délutáni foglalkozásra gondoltunk, amelyet lehet az irodalom köré szervezni. Mindenketten ugye pedagógusok vagyunk, és úgy is álltunk hozzá ehhez a munkához, hogy jönnek majd iskolás fiatalok, akik szeretik az irodalmat, egy kicsit beszélgessünk róla. Akár egy ilyen lyukosóra-szerű formában, mi is az irodalom, hozzanak írásokat, verseket, és már láttuk az első alkalommal, de az első év alatt egészen biztos, hogy akik megjelentek ezeken a foglalkozásokon, azoknak a fiataloknak a többsége olyan meglepő őszinteséggel és olyan erős irodalmi fogalmazó erővel bír, amit érdemes gondozni. És akkor erre ösztönösen kitaláltuk azokat a foglalkozásokat, vagy azokat a módszereket, amivel ezeket a fiatalokatból ki tudtuk csalogatni az írót, a költőt. Volt, aki nem volt erre képes, hanem csak olvasni szeretett, vagy a közösségbe járni, de már olyan leérettségizett, vagy már egyetemre járó fiatalok is vannak, akiknek már önálló kötete jelent meg, akik országosan publikálnak, művészeti közösségünkben vesznek részt. Tehát szerintem büszkék lehetünk rá. Ezeken a foglalkozásokon elhozták a novellájukat, elhozták a verseiket. Egymást megkritizálták, egymásról elmondták a véleményüket, vagy el tudják mondani a véleményüket. Ezeken a foglalkozásokon többször volt olyan, hogy egy novella vagy vers után egy olyan mély érzelmi kitárulkozásnak voltunk a tanúi, amikor egy gátlásos fiatal, vagy egy a hétköznapi rohanásban, iskolai rohanásból kiesett fiatal beesik egy ilyen foglalkozásra, és elhozza azt a titkos írását, amiben bele van rejtve az ő lelke, és ezt elő is tudja adni, vagy előadja, és akkor meghűl a levegő, mert olyan valami csoda történt, egy olyan fajta atmoszféra alakult ki, ami egészen különleges élményeket hozott, és akkor egyrészt letaglózza, másrészt pedig valami hihetetlen feltöltődve jöttünk mi is el a foglalkozásokról. És ez a műhely működött, ez a műhely most is működik, cserélődnek a generációk, a fiatalok, de azt gondolom, hogy mindig van olyan, vagy legalábbis a fiataloknak a fele olyan, akiből ha akar, lehet író, költő, de elsősorban ezeknek a foglalkozásoknak az a léte, hogy az irodalmat, az irodalmi eszközöket, a művészetet egy kicsit vissza tudjuk csempészni a fiatalok életébe, és aki ott van, az élje meg az irodalmat, szeresse az irodalmat. Próbálunk kötődni a tananyaghoz, de nem is az a legfontosabb, hanem hogy ők tudják egymást megmutatni, egymással beszélgessenek, és segítsünk abban, hogy ezek a fiatalok önkiteljesedhessenek, meg tudják magukat mutatni, ismerkedjenek meg egymással, beszélgessenek, nagyon fontos a mai digitális világban. Mindig is jellemezte az írásaimat, hogy kerestem azokat a mintákat, azokat a értékeket, amelyeket én magamévá tudok tenni. Tehát a pályám elején ezeknek a valóban az én utamnak a megtalálása volt talán az egyik legfontosabb, meg hogy igyekeztem megfelelni az irodalmi kánonnak, a példaképeimnek, a kortársaimnak, kerestem a helyemet ebben az irodalmi közegben. És ebben azt gondolom, hogy nagyon sokat segített a nyíregyházi irodalmi műhely, akár a főiskolának az Amfa köre, az irodalmi köre, akár utána a helyi irodalmi lapok köré szerveződő irodalmi műhely, mert ezek a műhelyek baráti műhelyek is voltak, de baráti közösség alakult ki, és bátran oda mertük egymásnak adni az írásainkat, és
pályám elején még én sem tudtam, hogy én költő akarok lenni, vagy novellista, vagy író. Azt tudtam, hogy szeretem az írást, azt, hogy szeretem prózában megfogalmazni a gondolataimat, és azt gondolom, hogy az elmúlt 5 évben már kikristályosodott, hogy megtaláltam a helyemet. Azokat az értékeket, vagy azt az értéket, amit én most már úgy gondolom, hogy 41 néhány évesen mondjuk magaménak tudhatok, vagy hiszek benne, és elsősorban ez a legfontosabb, hogy hiszek benne, ezek belekerüljenek ebbe a történetbe, és át tudjam adni, el tudjam mondani a családom történetét, el tudjam mondani azoknak a személyeknek a történetét, egy kicsit átformálva, vagy kibővítve, akik számomra fontosak voltak, akik valamilyen értéket képviseltek, vagy valamilyen tragédia érte őket, hogy miért jutottak oda, hogy jutottak ehhez a környezethez. Meg tudjak mutatni rengeteg olyan mozaikot ebből a régióból, vagy a szülő megyém, Csongrád-Csanád vármegyének a világából, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye világából. Tehát ez a két pólus megjelenik az írásaimban, és nagyon fontos, hiszen ott éltem a gyerekkoromat, de itt élem a felnőtt koromat, ide kötődik a családom, és ebbe beszűrődik, sokszor keveredik ez a két világ. De nagyon fontos, hogy azok az értékek, amit én a családomtól kaptam, a nagymamámtól, vagy a szüleimtől, azok átjöjjenek, beszűrődjenek, hogy én át tudjam adni a kisfiamnak, vagy el tudjam mondani a jövő generációjának, hogy mik voltak a régi értékek, és abból mi az, amit meg kell őrizni. Hosszú volt ez az útkeresés, mert már nagyon szerettem fogalmazásokat, meséket, nem tudom én, ilyen novellákat, verseket írni már általános és középiskolás koromban is. Arra is vannak emlékek, meg régi ilyen jegyzetek, amikor én ezeket készítettem. Meg is jelentek a helyi irodalmi lapban. De az, amikor már kifejezetten rátaláltam arra, hogy a sok eszköz közül, vagy a sok történet közül hogyan és milyen formában öntsem ezeket, az szerintem az elmúlt 10 év volt már, tehát az utóbbi 10 év volt, amikor megírtam az első rövid mesét, ami több országos antológiában is megjelent, és utána beválogatták egy ilyen nagycsaládos sok antológiájába, és akkor több olyan visszajelzést kaptam, dicséretet, elismerést, vagy hogy ez a mese, ez a történet, ami igazából egy ilyen könnyedebben elmesélt komoly történet, egy családról, akik elveszítik az édesanyát, és hogy ezt hogy élik meg, mibe csomagolják a bánatukat, és hogyan lépnek túl ezen a problémán. Ugye ezt hogyan lehet mesébe éleszteni, ez működött, és aztán láttam, hogy ennek van lehetősége. És akkor ezt követően már, amikor nagyobb mesében, hosszabb mesében gondolkodtam, akkor kerestem azokat a lehetőségeket, hogy mi az, ami hozzám közel áll. És akkor hozzám közel állt, hogy az én nagymamám alakját, az ő világát, az én gyerekkoromat, azt nem írtam még meg soha. És akkor volt egy lehetőség arra, hogy egy mesekönyvet megjelentessek, és akkor előhoztam ezt a történetet, hogy az Igric Nagyi alakja, aki egy itt a megyében élő nagymama, aki fogadja az unokákat a nyári szünet elején, és akkor ez a fajta generációk közötti különbség, találkozás ebben a történetben nagyon jól elrejthető. Rengeteg humort tudtam beletenni, mesét a mesében, tudtam vele játszani, élveztem, hogy ezzel lehet foglalkozni, és úgy tűnik, hogy ez működött is, hiszen nagyon sok példányban eljutott a megye vagy az ország több óvodájába, iskolájába, tehát a célközönséghez eljutott, vagy a családokhoz. Egészen biztos, hogy egy döntő momentum volt, amikor megszületett a kisfiam, és hát ebben az időszakban az ember újra előveszi a játékos énjét, és ez nyilván kihat a
a munkájára is, jelen esetben az irodalmi munkásságomra is. Hát nyilván neki többet kellett mesélni, mint addig nem kellett kinek mesélni, magamnak kevesebbet olvastam, és ez a fajta cselekvés nyilván erősítette azt, hogy én a mesék világára, vagy az én gyermekkori világomra újra rátaláljak, és hát ezekkel az eszközökkel újra elkezdtem foglalkozni. Olyan történeteket kerestem, ami az én gyerekkoromból számomra fontos volt, és abban is az is megdöbbentő volt, hogy csomó mindenre nem emlékeztem, hanem ha az ember keresi az ötleteket, történeteket, akkor ezeket előhoztuk. Úgyhogy így jött elő az Apám illata című novella, ami a jelen antológiában megjelenhetett, vagy így jöttek elő azok a mesék, amelyek közül egy megjelent a Nagycsaládosok antológiájában, vagy utána ami elvezetett ahhoz, hogy én az Ygritte Nagyi meséjét megírjam, és aminek most már készül a folytatása. Azt gondolom, hogy ez egy fontos kötelék, mert az érzelmi szál az emberben felszakít olyan fajta kapcsot, ami a gyerekkorával, a szülőivel, hogy én is szülővé válhattam, ez megjelenik, és hát ugye az volt a nagy feladat, hogy ezt hogyan tudom irodalmi formába önteni, hogy a mese, az ifjúsági novellák, azok ne csak egyszerű történetek legyenek, ne csak egy fogalmazás legyen, ne csak egy történet, vagy ne csak egy emléknek az elmesélése, hanem amögött ott legyen az a érzelmi többlet, amit én hozzá tudok tenni. És ebben segít az, hogy mesélek Kristófnak, segít az, hogy ő kritizálja azt, amit írok, tehát ő olvasóként is végighallgatja. És nagyon fontos a mesénél az, hogy valóban felolvassa az ember, mert több esetben egy novellánál vagy egy versnél nem biztos, hogy a felolvasás adja meg az értékét, bár a verseknél azért hozzáadhat egy mesénél, hogy az ember látja a dinamikáját, a felolvasásnak a lendületét, hogy figyelnek-e rá az olvasók, aki egy nagyon kritikus közeg, hiszen az óvodások, általános iskolás, alsó tagozatos korosztály, akinek ez a mese készült, azok nagyon kritikusak tudnak lenni, és ha elvesztik a figyelmet, akkor ott valamit az író rosszul csinál. Tehát ez egy rögtön egy visszajelzés volt, és akkor így változtatni vagy javítani kellett a szövegen. Én azt gondolom, hogy akkor járok jó úton, hogyha hiteles tudok maradni az olvasó számára is, magam számára is, a családom számára is. Én hiszek abban, hogy a Jóisten mindenkinek kijelölte az útját, amin járni kell. Én azt nem gondolom, hogy az én utam egy könnyű út lenne, és rengeteg elágazás van benne, és rengeteg bizonytalanság az én részemről, de ugyanakkor pedig azt gondolom, hogy ha megszületik majd az a mese, és az a fajta regény, ami még nem született meg, de amire országosan is azt fogják mondani, vagy az olvasók azt fogják mondani, hogy igen, ez az a regény az, ami engem jellemez, vagy ami erős kritikákat kap, akkor azt gondolom, hogy a munka bevégeztetett, és akkor jó úton járok. De szerintem ez nem egy egyenes út, hanem ez egy szerpentines, több megállós, több kitérős, göröngyös út, de rengeteg jó kitérővel eddig is, és rengeteg jó élménnyel. Hát remélem, hogy a vége még messze van, és sok időm lesz még arra, hogy ezeket a történeteket, amelyek még bennem vannak, azokat ki tudjam írni, legyen az ifjúsági novella, vagy regény, vagy mese.